A zene és a hangszeres játék tanulása köti össze a legjobban a jobb és a bal agyféltekét. Segíti a nyelvi fejlődést, csiszolja a memóriát, jobb teljesítményre késztet, segít az érzelmi fejlődésben, közösséget teremt és sikerélményt ad. Mindezt átélheti az, aki hangszert fog a kezébe és játszik azon. Gyermekkorban még hajlamosabbak vagyunk ilyen módon fejlődni, és mindenre idén is alkalmat ad a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola. Hagyományok szerint ebben az időszakban hirdeti meg az intézmény évről évre a beiratkozást, viszont a rendkívüli helyzet miatt ennek a lefolyása most módosult. Eddig úgy zajlott, mint egy nyílt nap. Megmutatjuk a hangszereket, gyerekek választanak, aki már tudja, az most élőben megnézheti. Hát ez most nincs, ez most nem is lesz. Viszont a honlapunkon közzétettük a lehetőségeket, úgy a régi, mint az új érdeklődőknek. Felvételi lapokat lehet kitölteni szándéknyilatkozatként, elküldeni az iskolának. A tervek szerint a személyes tanár-diák találkozásra a nyár végén kerülhet sor. Reményeink szerint ezeket az első találkozásokat, ami egy nem is meghallgatás, talán csupán egy ilyen egy rákérdezés, vagy egy ilyen kis felmérés, ritmus, hallás, vizsgálat, szülő-növendék tanár első találkozása, amit augusztus végére tervezünk. És mi úgy gondoljuk, hogy ha ezeket a lapokat megkapjuk, az értesítések kitöltve megérkeznek, akkor már egy lépéssel előrébb leszünk, és augusztusban már konkretizálni tudunk leendő növendékeinkkel. És hát a régi növendékeinknek is, hát a régi idézőjelbe, tehát már beiratkozott növendékeinknek is így van lehetőségük most ebben a helyzetben jelentkezni. Akik bővebb tájékoztatást szeretnének kapni a beiratkozással kapcsolatban, azok többek között telefonon érdeklődhetnek az intézményben. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen minden csatornánk működik, hiszen mi is bejárunk, tehát a vezetőség, illetve a helyettesem is, tehát naponta itt vagyunk a rideg, üres falak között, sajnos. Ettől függetlenül a honlapunkon én úgy gondolom, hogy mindent megtalálnak, de minden csatornánkon elérhetnek, az 50 éves zeneiskola a Facebook oldalán is megosztottuk, tehát használjuk a lehetőségeket, most ezt a beszélgetést is arra, hogy tudjanak erről az időpontról, és tudjanak arról, hogy nem szüntünk meg, létezünk, de mivel nem kötelező beiskolázásúak vagyunk, ilyen sajátos módon tudjuk csak ezt közzétenni. Kitöltendő felvételi dokumentumok rögtön a Művészeti Iskola kezdő lapján megtalálhatók.